A chronometer.hu bemutatja őszintén órákról. Wow! Azt mondtad, hogy neked a bronz tetszik, nekem, nekem meg most Igen. a fekete. Én amúgy is nagyon szeretem a bronztokat, csak eddig simogattam a fejét, hogy rárakjam a szívacsot, ezért valószínűleg semmi nem hallatszik. Szóval a bronz az érdekes, mert ugye öregszik, változik, egy írtó jó dolog, de most felrakom a mikrofont. A bronz öregszik, patinásodik, változik, sosem ugyanolyan érdekes. Ellenben a Hát a fekete PVD is. A fekete PVD is. Öregszik, kopik, stb. Mindegy, nekem akkor is sokkal jobban tetszik a bronz. Egyébként, amikor a, amióta nálam volt, képzeld, elcseréltem a kerámiás paneláit. Egy ugyanolyanra csak acél. Komolyan. Aha. Szóval, Vostok N1 rakit. Mi volt az N1 Rocket, Dávid? Egy. Mert hogy ugye, bocsáss meg, hogy nem megint szabadba szabadba viktorozom, hogy uh, ugye mint minden vosztoknak, ami 3000 darabra limitált, már pedig minden vosztok 3000 darabra limitált, tehát minden vosztoknak van története. Valami. Na, igen, ezért már megdicsértük őket, de még mindig fenntartjuk, hogy ez, hogy ez, hogy ez, egy hogy jó buli, igen. Na és akkor ez most történetesen az N1 gyerekithoz uh, kapcsolódik. Nekem tudod, melyik volt a kedvencem? Melyik volt az a ekranoplan? Na, az, 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 irányom, az, volt, az, de az, volt, az, 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 volt a gizda, tehát hogy az óra is jó de volt. De az óra hát ilyen rajta volt egy ekranoplan? Igen. Erre valahogy nem félt rá egy 100 méter magas rakéta, mert az N1 ez egy orbitális, abszolút oroszos módon túl és egyszerre alul tervezett hordozó volt, még a holdra idejében, ugye amikor még az űrverseny idejében pontosabban, ők ezt egészen a holdig szerették volna elvinni. És ez volt az N1. Egészen pontosan volt, hogy valami fura neve volt. N1L... N1L3, L... 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 igen, jól emlékeztem. N1L3 volt a neve egyébként. Az volt a nagy meg az ötlet, hogy akkor ez, 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 majd elvisz, nem tudom, több tíz tonna anyagot egyébként, mármint, hogy ilyen ö, felszerelést, embereket, stb. Volt pályára lehet állítani, és akkor onnan meg már lehet kavarni a hold fele. Hát sajnos ez nem jött össze, mert mint kiderült a, az, a rakétákat, ami ajtotta volna ezt a 100 méter, tehát több mint 30 emelet magas rakétát kilőtte volna egyenként -egy, leteszelték a rakétákat, csak amikor ezt az egészet egy összekötözték egy ilyen izével madzaggal, és utána meggyújtották, akkor utána kiderült, hogy szétesik az egész. <laughs> <laughs> Annyira nem volt jó, és ennek állít öröm, vagy örömet, emléket ez a Vosszak Én bírom, ahogy így ezekből így beletenyerelnek ezekből az igazi ilyen szovjet... Ö, ö, e, de tényleg, tehát ez tök király, hogy <laughs> most... Szovjet. De nem, de tényleg, de. Tehát ez az igazi ruszki hagyomány, hogy mi legyen, érted? Ez, ez, ez lett. Úgyhogy ez, 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 egy ilyen tök jó dolog, mert ha mondjuk ez az óra nem lenne, akkor én mondjuk eszembe nem jutnak, oké, okay, tudtam annól, hogy mi, mi, az az N1-es, amikor még egyszer hogy bele voltam egy őrülve, de most így eszembe jutott, és ez egy király dolog. Ezért is tetszik ez a fekete, ez egy kicsit én ilyen technikásabb megoldásnak érzem ezt, és nagyon tetszik ezzel a, ezzel a lágy, szépen összehangolt kék távol és kék számla, hogy tök ugyanilyen színe van gyakorlatilag a kettőnek. De valójában a két óra tényleg csak az anyag használatában, meg a szíban nyilván, az ugyanaz, különbözik. Igen. Ez meg ugye, amivel bármikor lehet kombinálni a bronz, tokot, az a zöld. Aha. Mert ez az, az aranyos-zöldes, ez így nagyon jól néz ki, a, vagy aranyos-bronzos holmi, ez nagyon jól néz ki a zölddel. Ugye a Rolex is ezt lövi kedvenceként mondjuk a dd nél hogy a zöld számlappal. De nézd, ilyen érdekes, hogy hogy ugye ennyit számít az, hogy ugyanaz a tok, Igen. és integrált ugye a gumiszi és a sima bőrszi. Tehát, hogy teljesen más lesz ugye a viseleti élmény is. Meg teljesen más a, a kisugárzás és az órának. Tök más. Ez egy full búváróra. Ez meg egy búváróra, de ezzel a vintage. Ez inkább ilyen expedíciós, tehát, mm -hmm. hogy mm -hmm. így a dzsungelba mm -hmm. a menős. Mm -hmm. Igen, abszolút. Főleg ezzel a törzsi jelleggel végigvart, ilyen nem Igen. is, amit Azt vettem észre, fordítsd meg, hogy az van a CIA felébe írva, hogy vegetable ten, ten, ten leather. leather. Az mit jelent? Zöldségbarnított bőr. Hát, ha gondolom, valami öko barát színező anyaggal látták el a ennek, bőr. Ki, ennek majd utána nézek. Tehát, hogy a színezés, amit használtak ahhoz, hogy a bőr más színt kapjon. Ugyanúgy egy halott állat van a kezed körül, csak bekentékzel erre, ennyi történt igazából. Jó. Na, ezt már, félúton fél úton vagyunk, kollégai, hogy Igen. vegan bőr legyen, ha valaki erre <laughs> Vegán bőr végén. <laughs> Meggyúznak vegánokat, és kívülzik király lesz. Na, eh, mechanikus mind a kettő. Igen, a Seiko NE57-es szerkezete van benne. s i, -I egész pontosan. Seiko Instruments. Ugye, mivel hogy a Seiko azokat a szerkezeteket másképp nevezi, amiket elad, mint azokat, amiket a saját óráihoz használ völ, miközben pontosan ugyanarról van szó. Tehát a, ez az NH szerkezet, N -E. vagy NE, igen, az NE szerkezet, az például ugyanúgy a seiko a 4R-es családjába tartozik, mint például a, az NH35, amivel találkozhatunk már más osztokban, meg csomó más órában találkozhatunk vele. Ami nagyon népszerű ebben sz... az R-szegmensben. Igen, ami szintén ez? a négyer. Ez 160 ezer forintba kerül ez az óra, a feketés és a bronz is. És ugye ez egy járástartalékos, tehát járástartalék kijelzős, nem is akármilyen járástartalék, majd mindjárt kitérünk rá. Hivatalosan pointer, nem, de pointer naptáras. Az a retrográd, ami hogyha végig megy, visszaugrik az elejére. És ez nem ugrik vissza? Hát nem, hogy a visszacsúszik. Igen. De hát ez nem tud körbeugrani. Hát ezt mondom, Jó, de nem retrográd. Jó, akkor, akkor egy mutató jelzi ki a járástartalékot. De egy ilyen segédszámlapon számlapon egy mutató jelzi ki a dátumot is és uh, emellett van még 40 óra járás Ez, Ez a bolt íve, nekem azt tetszik, hogy, hogy uh, ugye nagyjából 93 óráig van a, a járás tartalék, és akkor 9-től 11-ig, ilyen, mint, a, mint az üzemanyag szint kijelzi az autó hogy ilyen empty gyakorlatilag Igen. az van ott, tehát yeah. és akkor a nulla az már egy igazából az egyharmadától indult, tehát hogy ezzel így jelzik, hogy oké, okay, hogy ott is már működik a járással, de azon azért igenis túl kell húzni, mert az nem tesz jót, hogyha annyira alacsony a feszítettség a főrugónak, és úgy hordod. És akkor ugye kérdés szokott lenni nagyon gyakran, amikor az emberi egy kezdő óra kedveli, és akkor megveszi az első, ne adj is rá, rögtön kézi húzós, és nem is automata a mechanikus órát, és akkor mindenki hát de mennyit kell húzni rajta, tudod, hogy ne roncsam el? És ilyenkor, hogyha van egy ilyen járás tartalékjelző, akkor tökéletesen jól látod, hogy egy-egy tekeréssel nagyjából mennyit, tehát tényleg 20-30 tekeréssel koronán nem körbe, hanem csak ilyen mozdulattal uh -huh. fel tudsz húzni teljesen egy ilyen, egy ilyen 40 óra járás tartalékos uh -huh. 36-40 óra járás tartalékos ízét. és akkor a naptár az 6 óránál van, külön segédszámlapon. Ha jó a szemetek közelre, akkor, akkor lehet erre hagyatkozni, mert amúgy elég nehéz lesz. Picike. Picike, de sokkal komplikáltabbá teszi ezt az órát. Hogyha minden második nap lenne csak kiírva, mint ahogy általában szokták. azt az ezt azt el tudod olvasni? Én Tudom, hogy a 13 és a 15 között valószínűleg a 19 lesz. Én nem tudom ki a designer a Vosszok de szerintem remélem kapott egy végig bónusznál. Egyszerűen összeállnak ezek az órák, de tényleg. Tehát így ránéző, és nem azon, hogy aha, ezt a hülyeséget, vagy tehát hogy... Mert pusztán az, hogy nem fájdul meg a fejem semmitől, amikor ránézek, ez önmagában egy elképesztő lépés előre. És az, hogy még egyébként arányos és konkrétan jól is néz ki, úgy a textúrák, mint a színek használatában, szerintem ez csak jó. Igen. Nagyon ritka az, hogy tényleg így ránézek egy órára, és mondjuk, hú, nem is tudom, melyiket választom. Most itt a kettő közül az első jobban tetszik, de most, hogy ez most már, kezdődőleg. Ennél teljesen egyértelmű volt, hogy csak ez az egy tetszik, mert az összes többi, az gyászosan néz ki. Itt meg tessék rögtön, itt van kettő és... Hasonló feeling. Ugye 46 mm-es ami nem kicsi, cserébe nagy. Viszont, viszont a Vostok Európok nagyok. Tehát aki, aki egy kis filigrán öltöny órát szeretne venni, az nem fog Vostok Európot nézegetni. Ezt már tudjuk régóta. A Vostok a... Európnál a tank más jelent, mint a kártyéna. <laughs> és ezért nem is próbálunk meg senkit meggyőzni, aki nem szereti a nagy órákat. Ez a nagy órák kedvelőjének készült. Nagyon durva ez a domború üveg. Ugye nem a kerül került bele, hanem ásványi üveg. Viszont domború. És ez az az egy... van egy nagyon durva kis torzítása. Igen, ez az egy, ami Mert 200 feljúható. környékén már Zafirral szokták őket szerelni. Ez az egy. Na, tessék, hogy örülök, hogy találtunk valamit. Tehát, hogy igenis, szerintem Zafirosnak kellene lennie, akkor az, 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 azok lenne. Én, hogyha Vosszok Jurok közül választanék, akkor azt mondanám, hogy jó, de megpróbálnék Zafirosat választani tényleg. Vagy tényleg, és tök jó ez az MT és a nulla közti rész. Ugye, hogy király? Aha. Meg jók a színek is. Nari. Átlátszó hátlap, mert oké, ezt is tök sokan megcsinálják, hogy de ez 200 méteres búvár, nem kell átlátszó hátlap. Ezek, akik ilyen órát vesznek, azok valószínűleg óra kedvelők, és szeretnék látni, hogy hogyan működik az óra. Szerintem ez egy... Miért kellett megfosztani valakit, érted most? Sokkal többször lennél kíváncsi arra, hogy hogy néz ki a szerkezet, mint ahányszor 200 méter mélyre fogsz menni az óra. Az biztos és így is úgy is megvan a 200 méter, tehát igazából nem veszítettél uh, semmit. És még mindig egyedileg vannak számozva, tehát ez a 83. a 3. Ez meg a 94-es. Na. Milyen kis lány most? Jobbak közé tartozik akkor is. Azt Én mondom, abszolút, abszolút, ez abszolút, az abszolút az a... Nem az öregységűs. Élethű volt? Azt mondom, te, te, szerintem föllépetnél ilyen lünetta impersonátorként. <laughs> 100, tehát akkor 160 ezer forintért kaphatunk egy, egy olyan rakéta emlékének emelt órát, ami, ami sose sem működött. De az, az az, az embereket tömegesen az űrbe vinni. Hát, vagy ha nem is tömegesen, de. Hát, de vinni az űrbe. Igen. De nem és, is egyben, nem darabokba. Tehát igen, az, az fontos. Ez, 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 ez problémás volt, igen. Én továbbra is úgy vagyok vele, hogy a bronztokat ezt mindenképpen érdemes kipróbálni, hogy szépen patinásodjon. Az egy igazán cool dolog. Ez is már elkezdett rohadni nagyon jó. Annyira tetszik? Na, Omega Constellation. Igen, a két bronztok mellett foglalkozunk két női órával. Két gyönyörű szép női órával. Igen, ne vigye, ez hirdetlen. Mert ugye volt egy női órás részünk már, ahol, ahol megpróbáltunk összerakni egy teljesen változatos női óra kollekciót. Ugye ott volt Takhajer, volt 34-es Rolex volt a régi Bulova, ami egyébként az elegáns órás adásban is feltűnik. Van egy kérdésem hozzád. No. A nagy gyár... óra trend a női órákra való viszony. hogy szerinted jó az, hogyha egy, hogy nő most már ilyen 34, 36, 38 os órákra? Nem azzal van a baj, hanem hogy 40, 42-est, ugyanis a, például a legutóbbi Krona meetingem, még tavaly, jöttek oda, és így ott volt ugye a faszámlapos kicsi digest, ott volt a, az ezüst számlapos a CD és a 36-os kék férfi digest. és így jön oda a férfi a feleségével, és nézd ott az a kék női Rolex, amit mondtam, és így R rendesen sértett? Nem, a 36-os Rolex nem női. Szerintem... Lehet női is, lehet férfi is. I... Jó, de női. ha lehet nem női, lehet... és most kimondtad, akkor lehet női, akkor női De a 40-es Submariner is lehet női. Hát írd be a Google-ba, hogy Rolex Submariner, és mellé az, hogy Actress. És annyi celebet fog kidobni neked, Jó, de az a Charlize Theron, ott más. a kosár a 44 mm-es Seedweller. Az izé. meg menő. Charlize Theron 44-es az a nő, azt tudja hordani, neki állap. De ez hát. nem így működik. De így. Charlize Theron felvett, akkor az úgy van. Neki elnézzük, nem egy izé, valószínűleg. Szétvereti magát a filmekbe szerintem, ő hordhat ilyet. Ja, aztán biztos nagyon összetörik ott. Nem tudom, kitörött a foga, meg elrepett a bordája. Biztos vagy benne, hogy lehet neki. <gül> <gül> Szomorkodott akkor, amikor jött az üzenet jóváírás, másfél millió új. Ja, én nem úgy fekszem észak aludni. Jó, hogy szegény Sarliszter nem, nem aggódok miatta, de hogy hogy uh, igazából most visszatérve a 36-os honlalra, az egy női nyílet is lehet szerintem. szerintem Meg az férfi a is lehet. Az, van. az lenne a teteje. Így van. Én nagyon boldog vagyok a 36-os már, és egy pillanatig nem érzem azt, hogy uh, nő lennék. Senki nem mondja, hogy te nő vagy, de azt sem mondja senki egy nőre, aki 36-os Dajjustonmal. Eisenhower, Digestom. Churchill, Nézd, ha nekem rolex nem lenne, mint ahogy nincs, de bácsok lenne, főleg egy DD t 36-os lenne tuti. Tuti biztos, hogy 36-os lenne. Tuti. Tehát én totál egyetértek, de ha egy nőn látok egy 36-os dhs akkor nem gondolom, hogy, hogy egy férfi imitátor. Tehát, hogy jó, ez rendben. Méget. Visszatérve, én szeretem a kicsi női órákat, mert sokkal inkább a finomságot sugározzák, mint, mint a nagyot. Kicsit ékszer, azért az ékszer Abszolút. jellege sokkal hanyag. Az meg végképp. Tehát van nálunk egy 1982-es Rolex Datejust, aranyacél plexivel. 82-es, azért plexis még. Aranyacél egyébként tök szép állapotban Gyan van, ér. szerintem, és ez Arnyom. nincsen most frissen felújítva, tehát ez úgy, hogy ez, ez ilyen valaki ezt így hordta. Régen tudtam volna, hogy ez milyen fa, most nem fog eszembe jutni. Háromféle fából készített uh, számlapot, a mahagóniból, dióból és uh, nyír. Nyír a világos, a, a mahagónia közepes és ez dió. Ebből a háromból készített a Rolex fából számlapot. A fák törzsén kinövő ilyen gyöszök, nem tudom, hogy hogy hívják, ezt legutóbb is a gyöszöket. Igen, az, Most tehát fogok egy azok fát, a, és arra fogok. Azok a brutál nagy szemölcsök kb. azokat használta föl a Rolex, mivel azoknak a mintázata, az erezete a legváltozatosabb. És a, a igen, az, tehát nem egyenletes körök, hanem az azok nagyon változatos. Tudod, mi az érdekes, az, hogy, hogy le van lakozó, hogy ez az aztán most nincs, vagy csak le volt, de már hát nincs. 70 éve volt utoljára. Igen, igen. Hogy, ugye, de tényleg látszik a, a lakrétek, tehát hogy másfajta is használnak rá, szinte biztos vagyok benne, mint a sima réz számlapokon, amikor fekete, csak akkor rá egy kis lakot. Hát itt konzerválni kell a fát. Hát igen, annak szétreped. annyi tulajdonsága van, hogy szétreped, szikkad nagyon sok. Tehát az én... a durva, hogy ezeket akkor úgy kell előtte temperálni, meg úgy kell beállítani a, a... jó, mondjuk ha lelakozod, akkor ez egy kicsit más, akkor az úgy, hogy ez segít rögzíteni. De hogy ez tökéletes vele gondolni, hogy ez valójában egy ilyen lehet végig. Nagyon kis pic, Annyira kis pici réteg, mert egy ilyen alatt Most ott túl, van még a rész. Biztos, hogy a részlapra rakják rá, persze. Ez, ez, ez nagyon beteg, hogy, hogy ebbe ott valahol azon, hogy faj, és akkor ugye elképzelhet, hogy akkor biztos van egy ilyen robot képzelni, hogy ilyen kis-pici-kis réteg van, és mégis az a... Ja, és utána még akkor erre rá kellett applikálni ugye az indexeket, mind a 11 vonal, nem, a 10 vonalat, és a, és a koronát. És uh, ugye aranyporral van festve rá a minden, ami festve van. Ez a gilt, ahogy az angol Amikor gyakorlatilag arany hogy mondják ezt magyarul? Nem, nem Ez jó lenne tudni, nem, nem tehát, tudom. Tehát, hogy amikor tamponnyomással csinálják, ugyanúgy szerintem. Szerintem meg nem. nem. Szerintem ma. nem. Majd. Mert amikor, nem tudom, mert kicsit olyan érzésem van a giltnél, tehát láttam ilyet is, meg olyat is, amit így mondtak rá, néha olyan érzésem van, mint amikor tudod, én aranylapokat kifeszítenek valamire, hogy ilyen kicsit, vagy ilyen bevonat jel, néha bevonat jellege van, néha meg egyszer volt egy ilyen... Mi is volt az, de az segít. nem tudom. Majd ennek utána vészünk. Na, majd ez király. Na, mindig tanulok valamit. Jó. Túton uh, Tuton. Rolesszor, én kérek elnézni. Ez még nem. De miért? Hát mert 82-ben még nem volt ilyen fantázia neve, hogy Rolex. De attól még ez... Ez az. Hát tényleg van. ez egy... az egy még egy. Mi, mióta éve a éve Rolex Rolesszornak a Szerintem, amióta 904-es acélt használnak. Ha, Kö... szerintem. 000... 3-4-ben kezdték el, mert a Digestogból a Puffy, Igen. ami 2005-ben jött, az elméletileg meg 904-es volt. Attól lesz, hogy uh, acél a tok, és félig acél a, a szíj, és félig arany. És tudsz, hogy olyan um, csak a lunetta fehér arany és minden más acél. Ez is egy acél modell gyakorlatilag, csak ugye itt nem csak a lunetta arany, hanem a korona is, meg ezeknek a, ugye a És ez egy tökéletes anomália egy kicsit, hogy néztem ezt, amikor kijött. A Skydweller megcsinálták tútonba. a Skydweller-t, és az arany volt ugyanígy, nem Jubilén, hanem Oysteren, de meg volt, a, meg volt így a, a, a tok, arany volt a, arany volt a lunetta, arany volt a korona, és arany volt a középső csatszemek, és a tok maga volt a cél, meg a szélső csatszemek. És ez az óra volt, nem tudom, 5 millió kb. 4 és mm. 5, 5, millió kb. De ha ugyanezt az órát bőrszíjon akartad, tömör aranytokkal 10-11 millió. Ami azért ironikus, mert ha összeadod az összes aranyat, ami a középső csatszemekben van egy oyszteren, tuti kiad ugyanannyi aranyat egyébként, mint amennyi Aha. a tok lenne bőrszíjon. Tehát, hogy és mégis kétszer annyit fizetsz én azt gondolom, hogy, hogy a rolexekbe, ez a túton ez a legjobb választás szerintem. számomra nem, de azért, mert nem, nem nekem öreges. De erre mindjárt Aha. Egy megnéztem, hogy, hogy a, a Rolexor név 33-ban lett levédetve a Rolex által. Aha. Tehát, hogy elméletleg 33 óta az a cél Rolexek, azok Rolexor modellek. Igen, igen. Ö, ugye, ugyanitt azt írja, hogy Oyster Steel és 18 karátos arany. De, hogyha úgy veszik, akkor 1933 óta Rolexor. Csak nem volt ekkora a marketingje. Ezen nincs gyors dátum? Nincs, ez még a régi. Az 35. Fölmerül nem hogy a Rolex mit gondolt 82-be, tehát nem, nem illen ezt megcsinálni, amúgy most tényleg. No de várjál, ez ugyanolyan generációk szerint ment, mint, a, mint a, ahogy a Datejust-okról már beszéltünk, ugye a komplet Datejust generációkról, vagy kronológiáról, de ott a férfi modellekről, hogy ott is 78-ban jött először a férfi modelleknél a gyors dátumváltás a 30-35-ös szerkezetnél. Igen. Előtte a 1570-esnél nem volt és aztán 78-ba jött, az volt 88-ig. Úgyhogy én egyáltalán nem érzem úgy, hogy ez annyira borzasztó lenne. Durva, hogy ezt így vágod. De én annak érzem, mert ez egy drága óra, és most tekergethetem holnap reggelig. De miért akarod beállítani? Az OCD-m az, az nem fogom beállítani, csak a durva belegondolni. Jó, igaz, 20-35-ös szerkezet van benne. Mhm. Uh -huh. Az volt a nem gyors dátumos, és a 21-35-ös utána már igen. Hogy ez hogy, hogy kitalálta a Na, és akkor meg a Omega Constellation, ez, ennek az évjárata? Ez mennyi lehet? 10, 15, 10 éves? A 160. évfordulóra adták ki. 2008-as. 2008-as, jó, oké. Okay. Ez, és a hátuljában bele is van gravírozva, hogy 160 years, uh -huh. mert ez a 160, az Omega 160 a 160. Év... a hátlapja van. Ott a kis csillagvizsgáló. Jó! <laughs> hogy a, az Omega 160. évfordulójára kiadott egy ilyen kollekciót, amiben voltak ilyen egészen jó kis darabok, mint például ez a női Constellation, ami a a, Azért ez a az mininél egyen nagyobb, mert a mini 22,5 20... mm-es, ez pedig 25,5 mm-es, uh -huh. és ami a nagyon extra benne, hogy tele van gyémántal, és gyöngyház, vagy hát kadlóhéj. Na, ez egy érdekes dolog. Gyöngyház. Vagy? Úgy hívják. Én tudom, de hogy valakivel beszélgettem arról, hogy a kagylóhé és a gyöngyház nem ugyanaz, szerintem ugyanaz csak megfogalmazás kérdése. Mother of Pearl-nek hívják mindig. Igen. Hogy most a magyarban a, 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 tengeri biológusok milyen különbséget tesznek lesz igazából. Számomra ez gyöngyház, tehát gyöngyház számlap egy nagyon szép ilyen íves marácssal benne. Ez nagyon beteg. Az indexeknél gyémántok, és a lünettem végig gyémántott. Na, ha a fával szívás volt dolgozni, ez a fa a 12-en konkrétan, mert ha erre hogy tényleg így rosszul nézne rá, már repedés törik, van, végig, és izé mindent. Tehát ez, ez, orbitális szívás lehet ezt, ezt, megcsinálni. A kis furatokat rá, ugye, hogy akkor meglegyen ugye a kis... Ezen ugye szépen megvan ugye a 12 gyémánt, mert nincs rajta dátum. Még egy kis pici aplikált csillag is van, ugye a Constellation miatt, ugye 6 óra fölött, nagyon szép. Omega is, szépen a gyémántok is be vannak foglalva minden. Azért ez egy, pa, ez, ez, egy sok, ez, ez, nagyon patent ez a góra. Nézd össze a kettőt. És az a durva, hogy ugye én amikor a, a Lilának mutattam mindkettőt, és én abban bíztam, hogy végre majd megtetszik neki a Datejust, és így mutattam Hü -hü. neki, hogy nézd milyen különleges Datejust-ot hoztam, és úristen, és fából van a számlapja, és nézés és azt mondja, hogy a szép, mutasd csak azt az omegát. Mm. Öregasszonyos ez a dj amúgy. Ugye? Az a fura, hogy az aranyacél öreg öregasszonyos. Nem, ezzel a fa számlappal, az arany számlappal is. Jó azzal is, de meg a, azért meg a van a olyan... világos számlap. A sár, a a... Van olyan számlap, amivel nem az a fekete, mm, mm, és az újabb modellek. csak úgy nem leolvasható, és az, és az újabb, újabb, újabb körben bármelyik, igen. Uh, ja. De azért tetszik. És ebből a nem aranyacél nem öreg asszony. Tudod mi tetszik belőle? A mi tetszik mind a kettő, mind a kettőbe van karakter. É, mind a kettő egy karakteres női óra, ez egy igazi nőcis női óra, ez pedig egy ilyen Kimért asszonyos. De, mi az érdekes? Szigorú asszony. Pont, pont most, am amikor én mit tudom én hogy bármit csinálok, és a, a Lille-ek sorozatot nézi mellettem, mindig újra nézi a jó barátokat, most épp angolul, mm -hmm. de a legelejétől És Talán második, harmadik évadnál jár, és a, a Jennifer Aniston, a Récs aranyat cld just van, ilyen mm -hmm. 26 millis, sötét mm -hmm. számlappal. És nagyon érdekes, hogy ugye az a 90-es évek elején játszódó mm -hmm. sorozat nem öreges. Nem. Tehát, hogy ott van a fiatal jó nő, és nem öreges rajta, főleg úgy, hogy akkor ő még nem befutott valami volt a sorozatba, hanem mindig ilyen, ilyen farmer kertész nadrágba járt, meg ilyesmi, és tök autentikus volt hozzá a Lady Di Just. Ez tök a jó az a sztori, ezt tetszik. Azért azt mondjuk, hogy tényleg, hogy, 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 hogy azért én, ezt is szeretem. Tehát amikor azt mondják, hogy jó, oh, Rolex, Rolex, oké, és sokan nem szeretik, én is tök, tök egy tata hidegen a Rolex. De ez hogy milyen érdekes az, amikor valamilyen dizájnt így kiválaszt az emberiség, úgymond, és látod szemben 30 évvel ezelőtti rész konkrétan, vagy 25 évvel ezelőtti Igen. rész most már, és ugyanaz az óra, ugyanaz, ugyanaz a dizájn, tehát hogy, hogy hogy lehetséges az, hogy valami így, jobban, jobban kibírja az idő múlását, mint bármi a divatba. Mondják, hogy kis fekete ruha meg ilyesmi, de azt sem, mert azt se tudod mindig mindenhova fölvenni. Most Rachel egy kis fekete ruhában lenne, hát érted nézni, hogy mi, mit, mi, mi, vagy abban hétköznap. <laughs> Ebben lehet formális alkalommal, a hétköznap mindig, és e lehet, hogy ez is. És legyen. két dizájn van egyébként, ami most a Submarinert, mert az, az, egy funkcionális valami, azt nézzük, a Speedmaster, meg a mm -hmm, Dangerous. Szerintem mm -hmm, ez a kettő, mm -hmm. ami ami annyira jó, a tankról, meg a Santosról, meg nem beszéltünk sokat, Igen, azok, azok ilyenek, is. De, de ilyen hétköznapi bórából a Moonwatch és a Dayjust az, ami szerintem annyira, ugye a Dayjust 45-ben, uh -huh. a Moonwatch pedig, hát a, hogyha nem úgy nézik, akkor a 60-as évek elején, vagy hát 5 de bele nem megyünk, édes Istenem, Már hozom a könyvet, de... <síns> történet, én meg kiugrok az ablakon, Hanyadikon vagyunk. Na most ugye a Constellation az azért fontos a, a mai női óravilágban, mm -hmm. még szerintem, mert az alapmodell az ilyen 6-700 ezer forint környékén elérhető a butikban. Aha. Most nem tudom, hogy hát, az áremelés mert... után mennyi, de amikor én legutoljára fél éve néztem, akkor ilyen 6,90 volt, azt hiszem, vagy 7,50, vagy valami ilyesmi volt az alap. Uh -huh. És akkor ez a kettő van? Világon... Uh... Moké. hát ugye ezeket, ezeket már nem gyertják, az aranyacélról XD Just a női az ilyen 3 millió forint körül van az új. Aha. Az új. Ez ilyen, ebből három darabban, darab ja, van. az aranyacél, ha Ebből három darabban a neten, számlaposból most, abból az egyik az enyém. A másik az, az egyik az, 5500 euró. Aha. Hoppa, és, azért az árát. És akkor. a másik az pedig 9000, de ahhoz megvan a, a az setmi. eredeti papírja uh -huh. is, hogy mindene uh -huh. 80-as évekből, uh -huh. egészen elképesztő. 4-5-6 ezer uh -huh. euró, uh -huh. hát, hogy ilyesmi. Uh -huh. De csak a faszámlap miatt, mert faszámlap nélkül ez ilyen 2500 uh -huh. ah, Én is oda tippeltem volna. Hogy egészen más, ez, ez nem, dobja meg csak. Igen, ezért kérdeztem, nem tudtam, hogy akkor önnek hogy van a... És, és, ez. és ebből van férfi is. Tudom. Tehát DD-t, nagyon őrület, őrület. Az pedig, ilyet nem nagyon találgattam a interneten de olyan, olyan 3-4 ezer euró így használtál, amikor annak idején új voltak, a 8 ezer volt. Tudom, ezeknek komoly ára van, és komoly értékvesztése. Igen. nagyon komoly Ez Ezért jó egyébként nő jó venni, mert, Igen. Mert, mert, Én is így néztem, hogy milyenek vannak, és így én bele, és így minden, és így új úgy, úgy, elolvad, mondjuk egy ilyen, tényleg egy kicsit nagyobb mostani változat, amiben még talán még, nem mondom, hogy még több gyémát van, de ez tényleg van, de van olyan, ja, nem tudom, hogy ez full arany az egész, de totál teli balra mit tudom ha ez egy, fel, az egy férfi dd lenne 30 akkor 12 millió. Nőibe, kicsit kisebbe, gyémántokkal az meg, és ilyen 6-7 ezer, 5 oké, okay, rohadás sok pénz, de azért mekkora különbség van az 1 millió 6, meg a gyémántokkal nézett, de mondjuk 14 millió forint között, úgyhogy Igen. ugyanaz az óra, és van közöttük, mit tudom én, néhány gram azért az aranybeli különbség. És az még a nagyon furcsa, hogy például ilyen korú Dayjust, női, Igen. inkább egyenlő régebbi, tehát az a, a 70-es évek, tömör arany, uh -huh. prezidencia, uh -huh. 3-3500 euró. Egyszerűen nincs érték A Lady A de 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 tömör de. arany. De a szíje is, a tok is. Tudom, mert a azt egy ideig csinálták a prezidentel és most már nem csinálják. Na, Na. király, örülünk. Megismertünk két aranyacél női jó. Operáltassuk magunkat nővé, és hordjunk gyöjmátos a De egyébként most, hogyha belegondolsz, amikor az ember magának vesz órát drágán, akkor, akkor, miért kell spúroskodni azon, hogy a, a, az ember társa is kapjon egy szépet? Nem? Most ja. nem feltétlenül, nyilván nem ez, ezekre gondolok, de hogy bár egy, egy, szép női óra annyira fel tudja dobni. Magadnak megveszed a bronzvasztokot, életed párjának a, a pvd nem a pvd-set, ja. és akkor le vagytok tudva, mehettek 200 méter mélyre is. Akár. Köszönjük, hogy ma is tartottatok, legközelebb valami mást fogtok látni. Da. Hoppá! Igen, azt most, hogy leforgatni, nagyon szép lesz. Igen. Igen. Menjünk ki is gyorsan. Igen, sziasztok! Sziasztok! Fogunk élőzni, mert hogy többször kérdeztétek, hogy mikor lesz megint élő, és rájöttünk arra, hogy az tök jó, mert az elnél is dolgunk, csak elindítjuk, beszélgetünk, leállítjuk, nem kell vele három napot. Annyira jó. <laughs> szóval, mivel kértétek, ezért megint lesz élő. Ez rég volt. Igen, és egyébként úgy tervezzük, elő is veszem a naptárat. Ugye elmegyünk Inorgentára, és aztán hazajövünk. És utána legyen egy egyből, hogy elmeséljük, Aha. hogy miket lehetünk, akkor 19-én szerdán. De nem azért lesz élő, hogy elmeséljük, mert lesz külön inhorkentes videó, nem kell aggódni. Az élőnek az a lényege, hogy Tudtuk jól bepromozzuk előtte, tudni fogjátok, hogy mikor lesz halál pontosan, dátum, nap, óra, perc. Jöttek az élő csetbe, és akkor lehet tőlünk kérdezni, hogy van, van és mi Egy ilyen, ja, egy-másfél óra, amennyit lehet. Így van. Tartsatok velünk Youtube-on, szokásos szerda este 19 óra 30 perckor. Nyertek -e élőzni, ha majd ha látjátok, azt akkor jó lesz. Így van. Tök, Tök jó akkor, lesz. Mikor jelentkezünk élőbe? Február 19-én szerdán. Igen. Este 19.30-kor. Így van. Még nem tudjuk, hogy hol, majd ti is meg fogtok le. Fent a Youtube-on. Az biztos. <gül> 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 Te is ott leszel a kis dobozban? le bele Szóval akkor találkozzunk az élőben. Így van, sziasztok! Sziasztok!